yo, Unproszkár. A házban megyünk éppen Váradi Karcsihoz, alias Kareszhez, akiről már szerintem hallottatok tőlem is, illetve a BBTV-ben is szerepelt, úgyhogy biztosan többen ismeritek. Manuál terapeuta egyébként, jártam is már nála tavaly, akkor éppen a térdem miatt, most megyek a derekam miatt, úgyhogy meglátjuk, mit tud javasolni. Bízom benne, hogy megint segíteni tud, ahogy tavaly is. Maradjatok velünk, lássuk, mi fán terem ez az egész. Biztos, hogy van? Igen, ott van. Harmadik emelet. Szerencsére van lift. No cardio. Megcsukjuk az ajtót, megpróbáljuk még egyszer. Jó? Micsoda kis barátságos környezet. Csendes, mert van még egy ajtó. Hát így be, meg te menj előre, mert nem tudod nyitni. Így van, jöttem az idei terápiára, kezelésre. Időszakos szervizre? Így van, így van. Mesélj! Jártam azóta egy gerinc specialistánál, nem tudom, hogy miért nevezzem, gerinc tornász, valami ilyesmi. Orvos volt ő, gyógytornász vagy? Szerintem gyógytornász, ez a McKenzie Magyarország. Igen, hát ugye a McKenzie az, hogy a polszkalomséges specifikus gyógytorna módszer. Így van, mert egy olyan 3-4 hónapja elég durván fájt a derekam. Igen. És arra gondoltam, hogy sév. Mert ugye beszélgettünk már korábban is erről is, akkor a térdem miatt voltam, hogy most a derekam miatt jöttem. És ugye a sév az ugye egy ilyen villámszerű, vagy áramcsapásszerű, kisugárzós. 80-90%-ában igen. Néha van más formája is. És tényleg, hogyha valami olyasmi mozdulatot tettem, vagy hogy teszem azt, álltam egy pultnál, mondjuk a munkahelyemen is nekidőltem, akkor mint beszartam kb. Tehát egy pillanat alatt így jött egy olyan hatalmas fájdalom tényleg, ami elég durva volt, és akkor utána 2-3 napig úgy éreztem, de ugye elmúlt magától, nem kellett igazából sok mindent fel foglalkozni. Tehát igazából egy ilyen provokáló tényező után napokig rosszabb volt? Így van. És akkor utána szép lassan megjött, de ha megint csináltál valamiért, akkor megint több napig akár. Így van, például mondjuk edzés, hátedzés, szarul húztam föl, vagy bármit, valamit hülyeséget csináltam, utána mindig éreztem, ugye vezetés, Bécs, Budapest, mindig. És egy idő után eléggé durván fájt már tényleg, és nem múlt el. Tehát ez volt benne az érdekes, és akkor gondoltam, hogy akkor ez esetleg sér, vagy... Milyen fájdalom állandósult? Hát, alig tudtam felegyenesedni. Tehát ennek a környékén egy ilyen kiterjedtebb fájdalom, vagy ez egy ilyen lesugárzó fájdalom, amit mondtál az állandósult? Nem, ez inkább ilyen helyi, de nem sugárzott. Ez inkább ilyen feszesség. Így csak van, így van. Tényleg, mint egy szúrás lett volna egy ponton. Igen. És... Hát nehézkesen tudtam mozogni, tényleg edzeni, nem nagyon tudtam normálisan se rába se hátat, ugye, ahol úgy kellett, nem tudtam rendesen lehajolni, szóval elég érdekes volt. És akkor elmentem ez a bölcshez, és ő megmutatott egy ilyen óra, másfél óra alatt, és akkor ugyanazt megállapítottam, amit már te is tavaly, hogy ez az egyenes gerinc szindróma, vagy mi az, ami nekem van, és hogy ezzel nem sok mindent lehet csinálni állítólag, de hát benned van a reménységem, hogy hát, ha mégis valamit lehetne, és valamit gyakorlatot, vagy bármit, amivel lehetne. És amit valamit, és ezt kapcsolva. Nyilván, egyértelműen. Hát igen, ennyit mondott, hogy egyenes hátgerinc, ugye itt a egyéki szakaszon, illetve rohadt mobil.
Ráadásul főleg meg nagyon be vagyok merevedve, hogy le vannak tapadva a kis kusocskáim, amit ettől kéne cibálni. És akkor elég. Csak finoman érzéssel. Így van. Átasztam két napja, úgyhogy most lehet így is úgy is válni fog. Hát akkor szóval mindent elmes lesz. Úgy hidrolázás akkor már belefér, nem? Persze, persze. Úgyhogy igen, tehát ez lenne a probléma, nem tudom. Oké, akkor jelenleg mi a helyzet? Hát jelenleg az a helyzet, hogy egy gyakorlatot mutogat. Nem tudom, hogy ez tényleg... Sima feltolás? Tényleg fizikálisan így van, hogy ez segíthet-e, vagy ez ilyen fejben áldó dolog. De egyébként most jobban érzem magam. Sűrű nem csináltam egyébként, tehát amikor eszembe jutott, így éjszaka, akkor így egy kicsit... Mi lenne az elmélete, úgymond, hogy ez miért kéne, hogy segítsen valamilyen szinten legalábbis? Abban maradtunk, hogy van egy ilyen kezdetleges kitüremkedése ugye a gerinc. Na várjál, akkor borgép alkotóval is valami emelhetsz? Nem, hát ő ezt így megállapította, hogy rátételre. Jó, akkor az a jó hírom, hogy ilyet nem lehet kimondani. Tehát képalkotó nélkül poszkonosságot igazolni jelen állás szerint, jog szerint is nem lehet egyszerűen. Főleg, hogy gyárbára gondolom, ez most itt pont egy poszkorom sérmet. Nem pont ugye ilyen modelljó. Azt jelenem, de ha gondolsz, akkor ez itt van benned. Itt fölötte mennyi vannak kell lenni? Hát. Hát. Azért, amikor egy lumbar funkciót végeznek, akkor ezt nagyobb gyakorlatilag szokták, és az nagyon teljesen bemegy. Lecsökkentem, jó indult, hogy 5 centi izom mondjuk. 5 centi izom, egy 5 centis csirke mellett. Át tudsz tapintani? Nem. Tehát ezeket lehet feltételezni, de azt mondom, hogy esetleg... Ez inkább csak egy feltételezés volt. Oké, ez csak azért, hogy rakom helyet fejedbe is, hogy ne maradjon meg azt, hogy neked van egy protrúzió. Mert elképzelhető van, de ez momentán nincs igazolva. Tehát ez csak egy lehetséges verzió. Tehát azt még az orvos sem mondhatja, csak is kizárólag MR vagy CT felvétel alapján, hát látja, hogy az úgy néz ki. Hát ugye végeztetett velem ilyen olyan gyakorlatokat, hajolgatokat, és akkor ez alapján ez csak az alapján, mert ő te is tud, hogy ez azért így nem mondható ki, tehát még ebben azért nem kell belehalni. És... ja, tehát igazából most erre szeretnék valamit egy kicsit. Okay. Segítséget kérni, hogy tényleg ezzel mit lehet kezdeni. Be kell szabni, nem kell, lehet-e felhúzni, nem kell, mert például ezt is mondta, hogy ugye azon a gyakorlatokat, például a hiperextenzió felhúzás, stb. Ilyeneseket ne is csináljunk többet. Kicsit más a véleményem, én azt gondolom, hogy ha a gerincnek megvan a megfelelő nyújtás is emellett. Mert ezt meg külön hangoztatta, hogy nyújtani ne. Mit? Tehát mondjuk a gerincmenekítőket ne nyújtsam. Megjöst. Így van. És ne is erősítsd. Így van. Akkor tedd ki az asztalra és nézegesd. Az a hosszú darab. Tehát nem véletlen vagyok itt. Maradjunk ennyiben. Jó, oké, nem cikázok senki fejlődés, és nehézség, szó nincs erről. Csak megint feltenünk vissza, hogy ez nem mindig egy probléma. De gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy az azt tegyük félre, hogy valószínűleg ott, ha van ilyen, most polckonosról beszélünk és nem volt, akkor ugye arról van szó, hogy ugye a polckonosnak közepéről az a zselés kis mag, az elkezd ugye kifelé a polckonosnak a vastagabb, erősebb rétegei, ahogy felszakadnak, elkezd kifelé ugye haladni a centrumból, és időben ugye ezt tud kitüremkedni, mint ahogy ugye ott is látható. És ez nyilván azért van, mert ugye nem megfelelő irányból kapja az összenyomásokat. Tehát az összenyomást. Vagyis, ha széthúzom, akkor az ennek van az ellentéte. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy pihenő helyzet tulajdonképpen a polckorónak, és ha rossz irányunk, hogy összenyom tudnám megfelelő, akkor azt gondolom, hogy nyújtjuk, távolítsuk egymástól, hiszen az a nyomást ugye csökkenti, ez borzasztó egyszerű logikával követhető, és az mindenképpen jótékony kell, hogy legyen. Hát én is valami is példányokottam, tehát valami kiút úgymond kell, hogy legyen. Egy dolog, vagy ez, vagy az. Egyet tudok érteni, hogy a gerinc melletti izomzatnak a nyújtását nem feltétlenül ilyen oldalra meg előrehajolásokkal érdemes, mert akkor ugye igazából csak egyik oldalt, mivel a másikat összenyomod, lehet, hogy pont a provokáló irány fogod esetleg ezzel gyakorolni. Tehát csiraját tulajdonképpen ugye egymástól tenger irányban, ilyen fölfele-lefele tengelyen kellett eltávolítani, és nem... Legelső ötletem egyébként ez volt, ezt is akarom kérdezni, bocsánat, hogy ez a denevérpad lenni. Nagyon jó a denevérpad is, ha szeretsz fejlefelé lenni, én kell fejlefelé és bárki fejlefelé látni, de ez megint egy dolgom. Én azt mondom, hogy ha lumbális szakaszról van szó, akkor a bőven jó tud lenni egy függeszkedés. Ugye, vagy pedig hátcsigám esetben, hogy 5 kilónként tudok pakolászni a ellenállás, hogy nagyjából csökkenteni, ha arra van szükség. Mert ha a teljes testsúlyéből felfüggeszkedve egy kicsit nagy terhelésen, ott tud megállni,
hogy ha a 9-10 napot nem tudod ellazítani, akkor ez egyszerűen túl nagy terhelés, mert a tested nem meri elengedni ezeket a szöveteket. Valószínűleg nem arról van szó, hogy kicsi, hanem arról, hogy túl nagy ez a húzóirány, vagy ez a húzóerő pontosabban, és ekkor jön képbe a kácsira, amit tudod szabályozni az elhállás, akkor tudod begurkozod magad, sima egyenes fogóval, belülsz jó előre ugye a szívasnakkel alá, és engedhet, hogy széthúzza a helyén 1-2-3 percig. Tehát érdemes az a gúrt nézni, mert annyit nem fogsz tudni tartani. Ilyen irányba, tehát tenger irányba érdemes nyújtani. Gondolod a hajolásokat, ilyen esetlegéseket benne. Oké. Na, tehát akkor jelen pillanatban a gyereked úgy érzi magát, hogy? Egész jól. Most egész jól érzi magát. Jó, hát a vezetést azt érzem ugye még mindig, de hát ez szerintem normális. Most vettünk egy ilyen gerinc támasztó, nem tudom mit, amit így felhelyezek, és akkor próbálok úgymond egyenesebben ülni. Próbálsz medencével beülni a gerinc támaszt alá? Egészen jól, mert azt szoktál megállítani, hogy nem szoktál, pedig ez így kell. Teljesen hát, és úszok, és akkor próbálok ugye úgy ülni, ahogy elméletek kéne. Edzéseken figyelek, már Istennek nem volt mostanság problémám. De hát azért jó lenne mégiscsak valami. Oké, van olyan mozdulat, olyan terhelés, ami gyakorlat, amitől így félsz? Hát a felhúzás. Utoljára mikor volt vele gondod? Hát utoljára nem tudom, mikor csináltam. Tehát jó, amikor csináltam. Igen, igen. Oké. Nem, hát nagyon... Az, hogyha tényleg belegondolok, akkor egy olyan több mint fél éve, éve, nem is tudom, volt egy elég elbaszott felhúzásom. Akkor éreztem is, hogy valami nem fasz egy gerincmelegítővel, de nem azt éreztem, amit mostanság. Most konkrétan ugye a gerincből jön ez a probléma. Akkor éreztem, hogy ez egy gerincmelegítő, húzódás, vagy bármi. Tehát elég durva volt. Tehát utána én tényleg hetekig, vagy akár hónapokig nem tudtam normálisan hátazni, nem is nagyon hátaztam. És mai napig érzem, hogy van valami különbség így a melegítő között. Megérzik mindenképpen. Emiatt úgy, hogy a felhúzást nem is olyan merem előtetni. Tehát akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy egy időt elhagytál, csináltál időnként néhány ilyen feltolás, de nem úgy, ahogy mondta, és most jobban vagy. Uh-huh. Na hát ez nem tűnik teljesen. Ami még új, ugye mondta, hogy nagyon be van merengedve a felső csigolyák, elkezdtem engedni. Tehát így a hát középtől felfelé, szépen ropog minden egyes alkalommal, és utána így tényleg érzem, hogy egy kicsit mozgékonyan vagyok, és jobban is érzem magam, és szerintem ez is segített valami, mint abban a mostanában, ami hát már nem remélem. Hát mozgások jobban nem szállnak, igazából ott is teljesen. Oké. Okay. Igazából, amiket elmondtál, hogy mitől javultál, az azért nem tűnik annyira célzott terápiára, hogy azt mondhassuk, hogy eljárt, pont azt akarom kihozni, hogy nem tűnik annyira célzottnak, hogy na jó, volt egy kockolás, és elkaptuk azt, hogy irány, amit neked pont jó. De ez túl egyszerűen tűnik nekem ahhoz, hogy úgy irányodnak, hogy neked kockolás jelenleg. Ez a jó. Uh-huh. Jó, akkor derékon, egy néhány jól megjelésünk meg. Várjál, dobjam a textilt? Igen. Közelebb. Amit szakmányra meg tudom magyarázni. Meg amit próbálok az állásra is figyelni, ugye mondtad, hogy elég szarul állok, és próbálom megöltetni, hogy úgy álljak, és már egészen megszoktam. Igen, nekem másfél jön, nekem úgy megszoktam, hogy jó tényleg, mert nem nincsen kiszinte soha, mert kicsit laza a rendszer. Most, amit fogsz, na ott még van gáz, a jobb oldalon. Erre meg azt találtam ki, hogy egy teniszlabdával masszírozgatom ott a... Hát a farizmot is nyilván. Erre felé? Aha. Van valami állító, valami kis ízület, azt mondta ez a gerincmester. És azzal is van valami gáz. A felső ízület. Ezért féltenyelni kell. Az szokott fájni is. Nyomásra érzékel amúgy, vagy csak emlékszel rá, hogy ott szokott? Nem, tudom, hogy ott szokott, aha. Jó, de ez most nem érzik, nem. Nem. Oké. Hol megy a problémád? Ez elmaradt. A gerinc szúrás? Hát valahol ott így van. Az a magasság. Azt mondta, hogy középen? Vagy... Középen, tehát tényleg van direkt a gerinc. Jobbra hajlás kérdésből. Közép, jobbra fordulás, balra,
vissza. Két tér van egy újra, fejet lehajtva, domború háttal hajolsz előre. Jövetsz és vissza. Ennyi egy jön belőtre. Ennyit összehúzol egy kicsit, és hátra hajolás. Ennyi és vissza. Oké. Hasonfekvés volt őr, kérni feljel, kamar fel. Ez egy jó mondat. Két tartós, már nem kicsit. És akkor azt mondjuk, hogy ennél a rossokon már nem szokott lenni? Nem. Semmi. Érzem. Beszabadulok. Most sokkal rosszabb, mint ez? Hát rosszabb, igen. Sokkal, nem? De... Semmi. Súlyzós edzés, az a történet, hogy ettől zsigerből mindenki fél, és végig se gondolják igazából. Közben így szórakoztatlak, jó? Jó, buli. De arról meg azt gondolom, itt a súlyzós edzésről, hogy van helyes, meg helytelen mozdulat. Nem nagyon ismerek mást, és ha a mozdulat helyes, akkor több mint hogy a holdon csinálom, vagy a földön, vagy a Jupiteren, ugye több gravitációval szeretnék utalni, tehát az ellenállás mértékére. Ha helytelen, akkor az korrigálandó. Szerintem a helyes mozgásra egy megnövelt ellenállás nem lehet probléma. Mert nincs igazam, akkor én sem valósan meghalok a súlyzós edzéstől. El vagy közben? Mm-hmm. Ez itt milyen jellegű fájdalom? Még keresi a szavakat. Igen. Nem tudok, nem találok szavakat. Hm? Szokott bármikor is ilyesmi lenni errefelé? Hát nem. Ez ismeretlen számodra. Na hát közben azért jó lenne, hogyha... egy-két kérdésem is tudna válaszolni. Először is. Próbáljuk meg. Mi ez a manuálterápia? Mert sokaknak ez nem mond semmit. Teljesen ilyen sci-fi feelingje van ennek a szónak, és nem tudnak hozzá mit kötni. Miről hát, van szó? Majd esetleg Budapest élős feelingje. Mit kell erről tudni, mi ez, miért jó, minek ajánlott, stb. Tulajdonképpen mindenféle mozgásfej problémával ugye, meg lehet minket keresni. Legfeljebb azt mondjuk, hogy ez nem a mi asztalunk, és tovább küldjük egy olyan kollega, az olyan orvoshoz, vagy bárki az, akinek az a szakterülete, de mindenféle mozgásszerű problémákkal, fájdalmakkal fel lehet keresni minket, hiszen manuál terapeuta Magyarországon csak orvos, illetve gyógytornász végzettséggel lehetsz.
tehát ez már ugye valami tudást feltételez. És utána pedig ez még egy viszonylag hosszabb tanfolyam, ami alatt végül is az izületek, ugye hozzá kapcsolódó lágyrészek, izmok, kötőszövetek, inaknak, ugye az olyan elváltozásaival ismerkedünk meg, illetve azoknak a mechanikus úton való terápiájával, amik mozgásbeszűküléseket, fájdalmakat, idegnyomásokat, ilyen problémákat okoznak. Igazából így tudnám megfogalmazni. Kívülről nézve, ha nem értesz hozzá, akkor könnyen összekever a zsonkovácsolással. Itt a képzettségnek a színvonalában és minőségében van ugye jelentős különbség. Jó, köszi! Taktikailag úgy nyomtam meg, hogy amikor ezt mondod, akkor a felvételen vicces lenne. Na, másik kérdéssel ezzel kapcsolatban. Nekem is van egy, ez most 10-ből hanyas? Fájdalom, hogy nagyjából. Mert közben ez neki fáj. Nagyon kemény? Nem, legyél reális. Hát nem tudom, mi az a 10, de mondjuk egy 6-os. 10 reális eredetlen, a 10-es. Hát egy 6-os. 6-os, jó. Hát 7 körül pont jó vagyunk. Igen? Hogyha valaki nem rendelkezik csodálatos módon ilyen hasonló problémákkal, mozgásszervi, egyéb, amiket felsoroltál, érdemes-e téged meglátogatnia? Érdemes. Tehát most egy hobbi sportolóról beszélünk, aki teszem azt heti kétszer eljár a Margit-szigetre futni, illetve heti kétszer megy az oxigénbe gyurogatni. És hajlandóan beszélünk, ki abszolút nem sportol? Vagy akár, vehetjük az én eseteket is, igen. Igazából érdemes, mert ugye tekinthetjük ilyen civilizációs ártalomnak akár, hogy a munkáknak a többsége nem az alapján van megkomponálva, hogy neked az egészség is megmaradjon. Tehát nagyon egyszerű ülőmunka például. Ugye az ember sokkal inkább van fáradmászásra tervezve, mint hogy a monitorba ámulja, meg a klaviatúrát csapkodja egész nap. Tehát mozgásbeszűkülések ugye mindenhol szükségszerűen létrejönnek, ahol nem használod ki a teljes mozgástartományt, ami ott rendelkezésre áll, és hát ülő munkánál értelemszerűen nem használod ki. Úgyhogy ezek a mozgásbeszűkülések pedig után nyilván olyan fájdalmakat adnak, amire azt mondják egyrészt, hogy korral jár, másrészt, hogy nincs oka, hát oka mindennek van. A korral járó fájdalomról meg az a véleményem, hogy akkor miért nincs mindenkinek. Úgyhogy prevenciós jelleggel is abszolút alkalmazható. Te most egy konkrét problémával jöttél, amit próbálunk elveríteni. De nem így jöttél volna, hanem úgy, hogy na, akkor itt vagyok gerincemre szépen négy telt, akkor elindulok egyesével, és minden csivaján egyesével végig megyek, és megnézem, hogy előre, hátra, hogy hajlik fölött alatta lévőhöz képest, hogy fordul jobbra-balra, és ahol ilyen eltérések vannak, ugye nem harmonikusan oszlik el a mozgás, ott azt megpróbáljuk ide a környezőszövetek rozításával, illetve mobilizálással helyreállítani. Viszont akkor térjünk vissza az előző kérdéshez egy kicsit. Megint csak közbeválok, ez itt? Itt olyan érzés, mint amiről meséltem. Tehát az mint a pont szokott lenni. Tehát, hogyha nekidőlnék a pultnak, csak enyhébb kicsit. A kezem az puhább, mint a pult. Kérdés, itt milyen? Hát itt nincs az a fel. Nem olyan. Itt is élem egy kicsit. Ja, itt is. Ugyanolyan? Vagy? Ennyi, de érzem, hogy már így van. Tehát jellegében ugyanaz. Csak kevés. Itt már nincs. Várjál. Nincs? Nincs. Jó, képen akkor itt. Jó, igen. Tehát visszatérve az előző kérdésünkhöz, vagy válaszodhoz inkább, az a prevenció, megelőzés. Hogyha, mert ugye a masszázs az, ami inkább úgymond az emberek fejében szerintem elterjedt, hogy jó, elmegyünk, megmasszíroztatjuk magunkat, akkor az izmokat kilazítják, és nem tudom. Hogyha már javasolnod kéne, mint szakember ezekre a problémákra, akkor inkább mit javasolnál megoldásként? Tényleg egy masszázs?
Eltekintve attól, hogy mindenkinek a végtelenségig kimérjük a pénztárcáját? Így van. Hát attól eltekintve azt javasolnám, hogy első körben manuálterápiás foglalkozás, kifejezetten sok figyelmet fordítva a lágyrészek állapotára, majd ezt fenntartandó időszakos masszázs kezelések. Tehát ez lenne szerintem a legjobb. Teljesen más keresünk az izomszövetben, kötőszöveti rendszerben, másra jellemezzük azt, amit érzünk, mint egy masszőr. Igazából azt kell mondjam, hogy mi sokkal mélyebbre hatunk általában, illetve jobban ráfókuszálunk olyan kis konkrétumokra, mint akár mondjuk a triggerpontok. Tehát egy masszőr alap végzettségével, illetve hogyha saját magát nem képezi elég alaposan, akkor ezeket nem fogja megtalálni, nem tudja értelmezni és nem tudja kezelni. Viszont amikor ezeket a feszességeket feloldottuk, akkor utána ezt a kedvezőbb izomtónust igazából egy masszázsra kellemesebb fenntartani, ugye, egyrészt a páciensnek, másrészt egész jól fenn lehet, tehát akkor érve. És ha jól értem, és próbálom magyarul úgymond megfogalmazni, akkor a masszázs az inkább egy ilyen élvezeti és kifejezetten izomzati meg egy kevésbé problémaorientált. Így van. A manuál terápia pedig már azért mélyebbre a tollon izületek és... Hát izmódnak különböző szakaszaiban gondolkodunk, különböző mélységeiben. Tehát mondjuk nem egy bicepsben gondolkodok, hanem annak alsó, felső, harmadak, illetve középső harmadak van közte. Illetve rövid fejében, hosszú fejében, felszínes réteg, kicsit mélyebb réteg, alatt a brachiális tel. Tehát így jobban szétbontjuk a dolgokat. Na, most egy dolgod van, kényelmesen levegőzni. Na és akkor lenne még egy kérdésem, hogy az előzőkhez köthetően. Igen. És ha valaki azért keres fel téged, mert szuper jól érzi magát, de mégiscsak biztonságban akarja érezni a gerincét és az egyéb mozgásszervi szerrendszerének tagjait, milyen gyakran érdemes téged felkeresni, mondjuk ilyen terápiás jelleggel? Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy egyszer volt valaki nálam vagy ugye kollégánál, onnantól kezdve egész jól be tudja lőni azt, hogy mi az, amikor kezd egy kicsit visszafeszülni, mert érzi a különbséget. És alapvetően ezt rá szoktam bízni az emberekre, de hogyha mégis valamit kell mondanom, akkor én azt gondolom, hogy ilyen valahol ilyen fél év, egy év közt, ahogy éppen kijön nyaralás, karácsony, bármi egyébtől függően, ottan körül azért szerintem érdemes. Én a munkám miatt, ami ugye azért fizikai munkának tekinthető, ilyen 3-4 havonta meg szoktam körülbelül 3-4 havonta látogatni a kollégát, de én azt gondolom, hogy ha valaki ugye nem adott testének ennyi terhelést, hogy ez is fizikai munka, edzés is, az ráadásul még szoktam néha vezetni is, akkor azt gondolom, hogy ahhoz ez egy kicsit sűrű, ilyen prevenciós jelleggel, fél egyéb. Nem tudom, mennyire láttam már ilyen edzős Phil Heath, meg nem tudom, Jay Cutler-es edzős videókat. És ott is gyakran előfordul az, hogyha megnézed a DVD-jüket, hogy így össze-vissza tekergetik az embert benne. Igen. Az manuál terápia, vagy valami speciális masszázs? Tehát... Azt kell mondjam, hogy teljes mértékben nem vagyok képben az amerikai rendszerrel. Az ottani testvér szakmai az a kiropraxis. Tehát a kiropraktorok. Viszont pont a Dexter Jacksonnak a, most meg nem mondom neked, hogy melyik ilyen DVD-jén, ott olyannyira külön van bontva ez a foglalkozás, hogy az egyik terapeuta, akihez ő ott elmegy, az konkrétan, most lefordítom gyorsan, tehát a borda közti tulajdonképpen ilyen oszteopátia, kiropraxis, stb. Rá specializálódott kollega. És
és lehet, hogy ott még jobban szét van bontva, tehát nem foglalkoznak annyira az egész testtel, hanem valaki csak a borda közti izmokkal, illetve nyilván borlátnak a különböző kapcsolódási pontjaival, azoknak a mozgásával, van, aki a felkülön beléka, nem tudom, de nagyjából ezt így tudjuk belőni. Tehát mindenképpen látok olyan foglalkozásokat, olyan fogásokat, ami egyértelmű az ottani testvér szakmához köthető. Na és hogyha esetleg valaki nem engedhetne meg magának mondjuk fél évente vagy évente egy ilyen kezelést, vagy az még belefér, de masszázs közben már nem. Akkor mi a véleményed erről az SMR hengerekről, illetve a használatukról? Érdemes, nem érdemes? El lehet-e vele valamit rontani, vagy nem? Oda kell-e figyelni a használatukra? YouTube-ról meg lehet tanulni, vagy érdemesebb elmenni esetleg egy képzésre, elvégezni? Hát, ha valaki megteheti, akkor azt gondolom mindenképpen érdemes mindennel kapcsolatban képzést végezni, mert a Polyester Da Vinci-vel kihaltak, ahogy mondani szoktam. De maga az SMR henge, illetve ugye van ennek szimpla, illetve dupla kis labda formája is, de ennek az elmélete az szerintem valami egészen zseniális. Egy dolgot szokás elrontani, hogy valamiért azt kommunikálják le sokan, hogy minél jobban fáj, annál jobb. Közepes fájdalomnál erősebbet azért nem érdemes elérni, mert van az a szintű fájdalom, amikor már nem tudsz lazítani. Uh-huh. És ennek pedig mindenképpen lazítás lenne a lényege, mind az izom hasnak a lazítása, mind ugye az izomin átmenetnek a mobilizálása, egy kicsit, mind pedig a kötőszöveti rendszer, ugye izompója, fascia, mindennek a lazítása. Tehát erre azért érdemes odafigyelni, illetve hipermobil, tehát túlmozgó izületeknél érdemes még arra figyelni, hogy azt lehet, hogy ne fokozzuk, térnél, könyöknél. De azért jelentős veszélye ugye nincs, és azt gondolom, hogy egész jól lehet vele mobilizálni bizonyos testtájakat. Tehát akkor ez... Én bártalom, kedvelem egyértelműen. És mennyire gondolod, hogy ezt lehet nem megfelelően alkalmazni? Mert azért lehet látni egy-egy ilyen megnyilvánulás termekben, vagy akár tényleg YouTube videókon, hogy emberek használják. Nem biztos, hogy ez helyes. De mennyire tud ez ártani? Nézd, Hárcsikán is láttunk már olyat, aki belekapaszkodott a rúdba, és igazából két lábbal fölfelé ugrált, és úgy húzta le. Tehát igazából mindent lehet rosszul használni. Én azt gondolom, hogy érdemes magadra a tested jelzéseire figyelni, és akkor nem hiszem, hogy ebből baj lehet. Hogy érzed? Ugyanaz a fájdalom, az a szúró, de enyhén. Most már elég alapos, hogy van. Ez meg most más. Jó. Itt nem továbbra sincs semmi? No. Jó. Ennyi oldalnak is kérek velem szemben. Most jön a csavaros? Igen. De jó. Most sikítani fogok, hogy kérdezhetek? Hát most nem fogsz levegőt kapni. Jó. Jó, kenyőfogás kérek. És másokkal is kívülre. Ez a lábbarat. Levegőt veszel, és fordulsz hátrafelé. Anyád! Levegőt veszel. Jön, nyugodtan. Levegőz egy kicsit. Levegő, és fújod ki. Fordulsz hátra. Másik oldal. Karesz, augusztusban esküvő van, óvatosan, jó? Tolókocsiban nem lesz olyan csíny. Egy kicsit később szóltál. De még egy fél esküvő lehet. Jó. Jó, picit gyere előbbé. Na tényleg? Tényleg. Gratulálok. Köszi. Miért mindig jó valami? Hát még ilyen recsegést. Ja, ezt is lehet. Ez is jó. Ez
Így, másik feltartozik. Lelekes veszel. És fújod ki, fordulj szemben. Ugye, hogy mi van. Amúgy ilyenkor kevert kérdezni, amit máskor nem lássz. Jó. Na de tényleg, amúgy az lenne a kérdésem, hogy pont ezzel a Csaba alkotás kapcsolatban, nem egy vendégemtől már hallottam, meg láttam, meg korábban én is fájt a derekam, mondjuk, teszem azt, de nem úgy, ahogy ami miatt jöttem, tehát csak éreztem is, és akkor izé, csavargatja, recseg, ropog. Ezzel nem tudom, ez valahogy be van rögzik, hogy ezzel jobb lesz, és ezzel segítünk, hogy ebben van valami, vagy ez fontosság, és te csak rontod a helyzetet. Egyáltalán nem rontod. Nagyon egyszerűen indul a válaszom. Amit kellemesnek érzel, az általában nem szokott rossz lenni. Tehát tényleg ebből kiindulni, a sztereotípiákat azt hagyjuk. Bármiféle ilyen ropogásra kapcsolatban az a saját gondolatom, hogy amit lassú kontrollált üzemmunkával csinálsz, az nem lehet az. Szerintem fogok is tudni most ilyet mutatni. Nem tudom, hogy ott hallottad, de hallottad azért. De láttad, nem hirtelen vettem el a fejemet, nem elhúztam a fejemet. Szép lassan egy olyan izommunkát végeztem, ami ugye teljesen normál tartományon belül van. És azon belül van hangja, hát hadd legyen. Tehát ezzel nincsen semmi gond, más testtelepről is ezt gondolom. Tehát ne hajítsuk el a lábad, csak azért azt keresik, hogy ropogás. De hogyha azon a tartományon belül, amit amúgy ki tudsz könnyedén gond nélkül használni, azon belül van ilyen, semmi baj vele. Az igazán beszűkült ízületeket, azokat azért nem tudod saját magadnak. Tehát ugye az idegrendszer is idővel megszokja, hogy azon a részen nincs annyi mozgás. Nem is akar annyi mozgást létrehozni. Tehát emiatt ugye azokon a részeken nem nagyon fog tudni magadnak mobilizálni. Ráadásul ugye ilyenkor izomfeszítéssel végzed saját magadnak ezt a mozgást. Tehát nyilván ugye azért ott jelentős különbség van az ott a jelentő mozgástartomány, meg az itt elérhető közt, amikor a te izmai tulajdonképpen lazák, és ugye én fejtem ki az erőhatása. De amúgy szerintem semmi mond, nem lehet belőle. Na, tök jó, hogy megbeszéltük, ma is szoktam venni egy-két perc pihenőt ilyenkor, hasonfekvés kérek ismét. Menjünk erősebben egy kicsit. Jó? Tehát ennyire erősen még nem nyomtam, de szép lassan nyugodtan az is lehet. Ettől erősebben nem vagyok, csak arra. Kicsit érzem, de nem kicsit. Nagyon lájtos. Nos, de hát. Következő észrevételem, amiket így nyilván meddigénytől vagy vendégeimmel kapcsolatosan tapasztalok. Itt ropog, ott ropog, ropog a tél, ropog a vál. Ezzel tudsz valamit kezdeni, vagy van esetleg valami tanácsod? Érdemes-e erre odafigyelni? Mert ugye azt szokták mondani, hogy amíg nem fáj, addig nincs gáz. Azért szerintem ezt lehet egy kicsit szakszerűbben is kezelni. Mi a véleményed? Annyi van még mindenképpen kiegészíteném, hogy ha mondjuk volt egy gyulladásos folyamat akár, vagy volt egy kifázás, mondom, egy motorozásra, vagy bármilyen évre, és van egy ilyen újonnan megjelent ropogás, azzal lehet, hogy érdemes elkezdeni foglalkozni. Alapvetően, hogyha az ember nem érez ilyen zökkenéseket, csak van egy kis hangja, akkor tényleg azt gondolom, hogy nem, mert ami elmozdul, azért ott általában vannak hangok, egy gömcsuklóban is, de
Jaj, de jó volt. Ezek a táncok, gyerekek. Ezt. Ez a... Édes faszom. Asszok! Ne sikíts, mert akkor nem hallom, mert a fog. Sírni ért? Halkan. Kicsordult. Még nem. Reméljük, hogy nem is fog, mert amúgy az nem cél, hogy fájdalmat okozzunk, csak nagyon megy máshogy. De én tök jó el lennék, amúgy lelkileg fel tudnám dolgozni, ha nem fájna. De szerintem osszuk meg a nézőkkel, hogy akkor most végülis ez mi is volt, ezt olyan szépen meg tudod fogalmazni. Hát de olyan brutálisan hangzik, hogy nem akarok. Pont ezért akarjuk állani. Nem, egy kis kötőszövet mobilizálás volt. Jó, hát ez így nem nagy szám. Nem. Tehát a húst tépjük fel igazából a gerincről. Nem ijesztjük meg itt az embereket. A végén csak a rosszat látják az egészben. Tehát a kötőszöveti rendszer az képes jelentős mozgásbeszűküléseket okozni. Nagyon erős rendszerről van szó, amivel az izom működéseket meg tudja a test támogatni, tehát tudnak stabilizálni bizonyos testtájakat. Viszont egy idő után ez átfordul, és mozgásbeszűkülés lesz, és azt ilyenkor érdemes egy kicsit megmobilizálni. Jó is az. Ez viszont viszonylag kellemes, nem? Hát ott tudok ilyet is, csak rikázottam. Ugye ez a cibalás után minden az. Na és ha már gyúróksok vagyunk, meg minden, akkor mit gondolsz, ez mennyiben tud hozzájárulni a sikeres izomépítés, testépítés, versenyzés akár sikereihez, hogyha rendszeresen járunk mondjuk manuál terapeutához, illetve masszázsokra? Hozzá tud, mert aki eléggé figyeli a saját testét edzés közben is, annak általában arról számolom, hogy amikor a gerincet megmobilizáljuk, akkor mondjuk egy alsógyigás evezésnél például kifejezetten érezhető, hogy nagyobb a mozgástartomány, pedig igazából ez csibélypáronként ilyen milliméteres nagyság. Tehát összességében egy hátrahajulásnál nem jelentős, de mégis ugye a gerincben ugye a csibél közti kis izmok ugye rengeteg információk adnak arról, hogy éppen milyen pozícióban van a gerinc, és emiatt például ilyeneket érzel, nagyobb a mozgástartomány, nagyobb izom munkát tudsz végezni. Tehát ilyen tekintetben mindenképpen hozzá tud járulni. Ugye izompójár kötőszöveteket ugye mobilizálunk, tehát ez ugye már régóta ismert, hogy ez kedvező hatása, csak nem biztos, hogy összeállt a kép, hogy ez is alkalmas rá. Illetve ugye versenyzőkről, ha beszélünk, ott elég nagy izomtömegről van szó, legalábbis aki az én szakmában versenyzőnek van izomtömege jelentősen. Ezt mindenki. Tehát fizikesekkel nem dolgozol. Hát, ha már te így kimondtad, akkor azt mondom, hogy nagyon szívesen, mint ugye mozgásszervi problémás ember, de csak nekem nem annyira tekinthetők olyan szintű versenyzőknek. Főleg meg a mondandóm többi, vagy további része szempontjából. Sokszor a pózolás nagyon nehezen megy versenyzőknek. Amikor ilyen izom kontraktúrák, ilyen zsugorodások vannak, akkor egy-egy póznál tulajdonképpen a bizonyos izmokkal az antagonistákat kell legyőzni ahhoz, hogy jól meg tudja fogni ezt a pózt, ha egyáltalán meg tudja. Most ilyenkor például egy mobilizálás nagyon sokat segít abban, hogy ne kelljen a saját teste ellen küzdeni abban a ledíjítatott, kivízhajtott állapotban. Tehát ebben is tud segíteni. Illetve hát mondjuk egy háti szakasznak ugye a jobbra vagy balra rotációja mondjuk egy oldalsó póznál nagyon sokat számít. Értem, hogy mennyit tudsz oldalra fordulni, hogy az a póz jelen legyen. Tehát a versenyzésben is tud. Értem. Hol lehet lekopogni? Bárhol meg lehet próbálni.
próbálok lazon maradni, de hát lehetetlen. Hát pedig viszonylag olyan típusnak tűnsz. Megerősíted? Vagy nem feltétlenül? Nem? Basszus, ki is ment a fejembe a kérdés. És ezért csinálom, mert nem akartak le választani. Ja, jó. Szóval, ja, nagy volt, hogy pikányod egy is. Ja, jó. Na várjál, ennek nem kéne fájni. De fáj. Annyira. De fáj. És helyi, vagy valahol is kisugárzik? Nem, helyi. Helyi. Mint a csomó lenne. Akkor ennek a nyújtását ezt rá fogom bízni. Meg tudod magadnak oldani. Aha, egy kicsit másabb, enyhébb, de érzem. Valahol kisugárzás, innen? Nem, nincs. Beszarás van. Innen? Akkor az a távoli hatás. Oké. Okay. Jó, hát itt egész jó. Mindjárt is, még őt is megmobilizáljuk. Valahogy még, nem jövettem. Ne siess sehova. Jó. Csak megcsúsztam. Véletlen volt. Oké. Na, ha már csináltál időnként néhány feltolást, hogy ezt a mekenzsek hívják. Néhány csinál most is, légy szíves. Így szubjektíven milyen kérdez ott az emberben a mozgást. Sokkal jobban fel tudok élni, mondjuk. Ennyi fájdalmat érzek. Mobilodnak is érzek? De így van, tehát érezhető a különbség. Sokkal jobban. Most próbáld meg azt, hogy maradsz így, és akkor egy levegőt veszel, nem tudod, hogy kényelmesen kifújjon, és próbál elengedni, még így lefelé jelsod egy kicsit kifújás közben. Tehát nem kell legyomni, csak így elengedni. Még egyszer. Hát így érzem azt a fájdalmat, amit... Jó, ezzel fogjuk egy kicsit megpróbálni majd. Még, hát annyira nem is provokálni, de azért meg kell majd mozognod. De konkrétan így. Tehát így nyomogassam tovább magam? Nem kell most, majd. Jó, mindjárt megbeszéljük. Oké. Okay. Jó. Ennyi jó kis hátrafekvés kérek. Jó. Na és akkor a kezelésről még egy pár szót. Mert ezt most akarok meg. Nagy levegő. És közni, de mondjuk a hölgyeknek le kell dobni a melltartót, hogy szabad mákos kell biztosítani, hogy készüljenek az emberek. A szakmailag megmagyarázható az náluk azt jelenti, hogy bugyi melltartó. Amerikában ugye egyszerűen is szóba került egy testvérszakma, hogy gyakorlatilag mindent felöltözve csinálnak. Mi nem így lettünk képezve, igazából nem szokott elő probléma lenni, tehát nyilván ugye ez is egy munka, helyére kell tenni a dolgokat. Ugye masszázsnál is levetkőzöl, tehát azért ez elméletileg nem kéne, hogy gondot jelentsen. Sőt, Amerikában ez egy érdekesség, olyannyira a ruhába csinálnak mindent, hogy visszautalva, amit az előbb említettem, a Dexter Jacksonnak az a DVD-je, azon például a medencének az állását a kollega úgy nézi, hogy ugye hasonfekvésben van,
ugye összegörítje a két térdét, behárítja a két lábát, és így nézi a, ugye a sarkait, amit még úgy értek is, bár jobban szeretek méregetni, de funkcionálisan, hogy hogy áll a medencéje, azt értem, leszámítva, hogy mindezt úgy, hogy rajta van a Nike Air Max. Na, ezt már viszont kevésbé értem, hogy a cipőt ezt miért nem vettük le, ha már a sarokpárnákat nézzük. Ott ennyire felületre csinálnak mindent, itthon nem. Tehát mi úgy lettünk képezve, hogy mi így szeretjük látni azért az izombehúzódásokat, ugye a bőrön a különböző. Rajta például nincs, de azért vannak olyan problémák, amiknek van bőrön megjelenése. Nem bőr problémákról beszélek, hanem itt egy kicsit más színű a bőr, vagy helyenként egy kis szőrösödést, ezeket azért ugye érdemes látnunk. Mennyi idő? Első alkalomra egy óránál kicsit többet szoktam hagyni, hogy legyen időnk tényleg alaposan elbeszélgetni, megbeszélni azt, hogy mi az, amivel tudunk foglalkozni, esetleg mi az, amivel nem tudunk foglalkozni. A kontrollok azok már ilyen 40-60 perc közt valahol megvannak. És valami kitétel, hogy nem tudom, érdemes előtte nem enni, vagy nem edzeni pár nappal, vagy hasonló? Hát, ha nem kajáljuk tele magunkat, az nem biztos, hogy hátrányos, tehát az úgy az okay. Alapvetően utána szoktam kérni, hogy aznap ne legyen edzés. Van, aki azt mondja, hogy két hétig nem szabad edzeni, én magam szoktam már másnap is. Néha van olyan, hogy úgy érzem, hogy mint átmenve rajtam egy úthengerbe, ugyanazt a kezelést csináltuk, mint előtte 3-4 hónappal, akkor még egy napot mondjuk kihagyok. Ennyit szoktam kérni, hogy aznap ne. Mert egy másnap reggelre jobban elbírálja már a testet, hogy mi az, ami történt. Aznap azért az a hirtelen menőbb mobilitás, ez okozhat azért főleg súlyzós edzésnél olyan túlzott terhelést, ami nem biztos, hogy előnyös. No. Még egy ilyen kellemes fogás. Ez nem lesz annyira vész. Tudod, hogy elmegy szemet adjam fel? Rábrömmel? Jó. Mehet szét a két tér, jó erősen. És lacít. Jó. Két bukom már ezt az állat jelent mutat. És ne túl gyorsan, kezd el összenyomni a két teret. És fokozd mehet maximumra. Hát itt mondjuk fáj. Ne foglalkozz vele. De fáj. Személy nem csonti? Aha. Az olyan. Oké. Mehet szét. És az itt jelentősen fájt? Igen. Jó, akkor most egy kicsit kisebb lesz, hozzászállt egy tévet. Próbáld ezt elmondani? Jó, erősen. Még. Uh-huh. Így is? Hát, ha már erősebb benyom, akkor én szerintem. Azt egy kicsit majd gyakorlod. Mert szét. Jó, tehát akkor a végén... Mi a diagnózis? A diagnózis az, hogy testépítő vagy és jól vagy. Jó tudom, nem diagnózis. De azt gondolom, hogy itt azért ilyen súlyos problémával nem állunk szemben. Ezt gondolom, hogy kb. Egy órás foglalkozás követően is. Mi újra és újra teszteltük a provokáló mozgás irányt, ami ez a hátrahajolás volt. A végén azt mondtad, hogy azért számottevően kisebb a fájdalom. Tehát érzel hasonlót még, de azért közel nem akkor ez a kellemetlen érzés, mint amilyen volt. Én azt gondolom, hogy az irány mindenképpen jó, nagyon immobil volt az a lumbális gerincer. Kellemes kis hanghatásai is voltak, amikor ugye elforgattuk, és mindezt egy ilyen fél órás, hát majd 40 percnyi lágyrész lazítás előkészítést követően. Tehát azért ezzel volt mit tenni. Én azt gondolom, hogy önmagában, hogyha a gerincnek a hátrafele irányú hajlás, a lumbális gerincnek egy kicsit gyakorlod, akkor jobban oszlik a mozgásod és a terhelés, és ezáltal jobb kell, hogy legyen. De való igaz, hogy viszonylag egyenesebb az a szakasz, mint amilyen anatómiaira kéne, hogy legyen. Más kérdés, hogy anatómiai gerincállás szerintem nem nagyon van. De tényleg egyenes annyira, hogy azzal már foglalkozni kelljen. Úgyhogy amiket megbeszéltünk, hogy a felhajlás olyan módon, hogy lassan, és a kontraharizomunk, amely teljes magasságban egész nyugodtan végezd, illetve ezeket a feltolásokat, amiket ugye megbeszéltek, azon felkérdezően tudod ki magad, szépen ugye kilevegőzve, ráengedve egy kicsit a két kalapja a testsúlyra, ebbe az irányba szokja meg a mozgást. A gerincet, és én azt gondolom, hogy ez számot ezzel jobb kell, hogy legyen. Lehet, hogy teljesen nem múlik el, de mindenképpen kontrollálhatóvá kell, hogy lágyna a probléma.
és ha ez esetleg úgy alakul, hogy ilyen 6-8-10 havonta mondjuk meg kell mobilizálni, mert ugye azért neked is az izomtömeged az átlagosnál számottevően nagyobb, ami azt jelenti, hogy ugye az edzés miatt is, meg ugye maga önmagában a tömeg miatt is valamennyire szűkülnek a mozgásaink, nagyobb az izomfeszesség, ha nem is lenne erős, csak nagyobb tömegű, ugye nyilván ilyen nagyobb keresztmetszet, vagy nagyobb ellenállás társul, úgyhogy lehet, hogy érdemes időnként megmobilizálni, de azt gondolom, hogy a kontrollálhatósága az, hogy mindenképpen meg kell legyen ennek a problémának. Jó, hát nagyon szépen köszönöm a segítségedet, és akkor hamarosan találkozunk. Rendben. Szia! Szia!